Szevasztok, csá! Április 13-a van, most már időszerű a előcsiráztatott krumplikat szépen elvetni, amik hát így néznek ki, bővebb termésünk lesz, az előcsiráztatott a majdnem duplája, mint hogyha nem csiráztatnánk, tehát ezt egy hónappal előtte érdemes napfényes, aránylag hűvösebb helyén 15 és 19 fok körülötti hőmérsékleten ásunk neki ilyen árkokat, kicsit ilyen mélyebbeket. Ebbe fog, előtte így beszoktam locsolni, hogy azért nedvesbe menjen, majd benedvesített talajra szórunk egy kis talajfertőtlenítőt mindenképpen, bármilyen, vagy ezt a Force 1.5G-t, vagy nem a Top, vagy nem a Star feliratúakat, hogy a lófféreg vagy egyéb ilyen bogarak ne bántsák a krumplinkat. Húzunk sorokat, és akkor kezdhetjük is a munkát. Így fognak kinézni a soraink. Mint látjátok, beszórtam talajfertőtlenítővel kis aprók. Krumplit ilyen 20-25 centinként érdemes vetni, mert minél sűrűbben van, annál több termést hoz. Volt erre egy ilyen tanulmány, ami ezt igazolta. Szórtam egy maréknyi műtrágyát, ilyen spéci kerti műtrágya, az a neve, 10 kilós volt, 2000 forint. Egy marékkal így elszórtam egy ilyen 6 méteres sorba, minden sorba egy kicsit. És miután be van öntözve, utána begrebízzük így. És a tetejére akár megint egy marékkal mehet. Kis műtrágya, nagyon kevés kell belőle, nem kell félni. Örül neki a növény, mert sok kálium szükséglete van a krumplinak. Attól lesz szép, azért egy ilyen egy szem krumplitól legalább egy kiló termésre azért számolnunk kell. Úgyhogy ahhoz kell neki egy kis tápanyag. Úgyhogy csak mindenből mértékletesen. Krumpli akkor lesz kész, mikor majd a szára elkezd sárgulni, akkor már lehet felszedni. És körülbelül a árérték arány, körülbelül, hogyha 100 szem gumóból lesz 100 kg krumpli, 100 szemnek az ára olyan 1600 forint, tehát ilyen 16 forintba lesz egy kiló krumpli. Tudom, meg lehet venni 50-60 forintért a helyi piacokon, de ez azért csak saját, csak érdemes, még ha nem is azért, hogy spórolunk, de érdemes így a természetbe így tanulni, a földhöz visszatérni, és magunk megteremteni a ételünket, a szükségletünket. Nagyon sok sikert mindenkinek, hogyha virágzik a krumpli, ami még fontos, nagyon sok vizet igényel, akkor kell nagyon locsolni, a 60 centis sortávolságba rakjuk a krumplit. El is készültem, tetejére is tettem egy kis műtrágyát, így ugye majd abból fogjuk feltölteni a földet. Mint látható, nem sok műtrágyát, egy picit szórtam, most ezt ugye locsolgatjuk, ez körülbelül hát egy jó hónap múlva kell majd elsőnek feltölteni, mikor majd lesz ilyen 10-15 centis, kétharmadát betakarjuk, egyharmada fennmarad. Addigra ez a műtrágya fel fog oldódni, és jó tápanyagban gazdag talaj lesz, és akkor ezzel takarjuk be. El is készültünk, úgyhogy kösz a figyelmet még egyszer. Sok sikert, szevasztok, csá!